A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Tarzuszi Pál. Ez az ember, István, a legmakacsabb követője az uszító szónoknak, Simon Péternek. Minden beszéde gyalázkodás és káromlás. Szerinte a názáreti Jézus nagyobb, mint Mózes, és az Isten szent törvényei értéktelenek. Hallottam, hogy azt mondja, a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a mózesi szokásokat. Persze ez nem lenne könnyű, mivel a nevezett Jézus már nem él. Hallottad a vádpontokat, István? Igaz, hogy mindezt te magad állítottad Jézusról? Nocsak, de hiszen ez Saul. Gamáliel rabbi. Hogy van az én tanítványom? Bölcsebb, mint a mestere. Nem kétlem egy percig sem. Mi szél hozott ide? Gondoskodni akarok róla, hogy megbűnhődjenek a keresztények. Saul, mit mondok mindig? Gondolkozz, mielőtt cselekszel. Tudom. A keresztények is emberek. Akár csak te vagy én. Néha a mesternek van mit tanulnia a tanítványától. Nem vitás, nem vitás. Keresd meg valamikor, Saul, és mondd el, miket tanultál. Úgy lesz. Addig is minden jót, rabbi. Majdnem elrontottad az egészet. Nem, én ugyan nem. Csak te. Még hogy én. És mivel? Elárulnád? Pszt! Szép volt. Egyik fő büszkeségem, hogy milyen remekül tudok hazudni. Ez itt mindig túl szenvedélyes. Te meg mindig majd elalszol. Megkaptátok a pénzt. Menjetek innen, és senkinek egy szót se. Mikor eljött maga a megváltó, ti lettetek az árulói és gyilkosai. Ti, akik átvettétek a törvényt, de nem tartottátok meg. Kövessük meg! Hogy mered? Elveti a törvényt, hogy meri ez? Megtartjuk a törvényt. Halálos bűn! Ezért haláljál! Kövessük meg! Mit bámulsz ott fent? Íme, látom, hogy nyitva az ég. És az emberfia ott áll, az Isten jobbján. Nem vagyok hajlandó tovább hallgatni. Káromlás! Káromlás! Halálra! 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 Ne tűrjük, hogy tovább káromolja az Isten. Kövezzük meg! Igen! Kövezzük meg! Emlékezz István szolgádra! Isten csak a káromlásra emlékezik! Vigyázz rá, kérlek! Nehogy ellopják! Megteszed? Szívesen! Atyám! Vedd magadhoz lelkemet! Tessék, amiért őrizted a köntöst. Ó, tartsd meg. Örülök, hogy részt vehettem Isten művében. Ez nem használ a zsidóságnak. Ezzel csak egy újabb mártírt adtunk nekik. Gamáliel rabbi,
tétlenül kéne néznünk, hogy elpusztítják Mózes törvényét? Igen, Saul. Ne bántsuk Jézus követőit. Ha mindaz, amit tanítanak embertől való, vagy a gonosztól, úgyis semmivé válik. Péter tárgyalásán azt tettük, amit mondtál. Azóta vagy ezeren keresztelkedtek meg. Ideje, hogy cselekedjünk. Kutassuk fel őket, fogjuk el, vegyük el a vagyonukat, menjenek börtönbe. Végezzük ki a vezetőket. Jaj, Saul. Miért akarod a vérüket ontani? Örülök, hogy végre valaki úgy beszél, ahogy Saul. Parancsolj. Megbízó levél, hogy elfogadhasd mindazokat, akik követik Jézust. Saul, hát erre tanítottalak? Igen. A törvény megtartására tanítottál. Vigyázz, nehogy azon kapd magad, hogy Istennel szálltál szembe. Én vagyok itt a főpap. Én mondom meg, hogy Isten melyik oldalon áll a harcban. Most indulj, Saul. Isten tábornoka vagy ebben a nagy háborúban. Néha eltűnődöm, hogy te vajon hol állsz. Ahogy Istvánt? István bűnös volt árulás és káromlás büntettében. Pont úgy, mint te. Vigyétek őt is. Hagyd itt azokat a kosarakat. Nem érünk erre rá. Ugye Saul nem követ minket Damaszkuszig? Ki tudja, mi a szándéka? Induljunk már! Jeremiás! 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 Várj meg! Szép munkát végeztél. Sok száz letartóztatott. A többiek elmenekültek. Bizony, elmenekültek. Jézusról beszélnek, majd bárhová kerülnek. És mindenkire, akit bezárattatok vagy megölettetek, 10 új megtért jut minden zsinagógában Alexandriától Damaszkuszig. Akkor nincs más hátra. Más városokban is el kell végeznünk, amit itt Jeruzsálemben. Kajafás, kérlek, írj a damaszkuszi zsinagógának. Bízd meg azzal, hogy fogjam el az Isten káromlókat, és hozzam vissza őket Jeruzsálembe, hogy elítélhessük őket. Már is, Saul. Vigyél magaddal pár embert. Ettől fogod úgy érezni, hogy van hatalmad? Mi van veled, Gamáliel? Te tanítottál harcolni tudatlanság és istentelenség ellen. Vívd meg a jó harcot! Talán nem ezt mondtad? Türelemmel és jósággal, Saul. Nem kardokkal és dorongokkal. Én nem vagyok holmi gyilkos. Az Istent szolgálom. Igen, igen. Kíváncsi vagyok, hogy Isten elégedett-e a történtekkel. Már nincs messze Damaszkusz. Menjünk tovább. Nagyon kifárasztjuk a lovakat. Pihenniük kell. Úgy, ahogy nekünk is. Végeznünk kell a munkánkat. Utána pihenünk. De Saul, egy fél nap nem sokat számít. Hírét vehetik, hogy jövünk. Gyerünk tovább.
Saul! Miért üldözöl engem? Ki vagy te? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Uram, mondd, mit vársz tőlem? Állj fel, és menj a városba. Ott majd megmondják, hogy mit kell tenned. Joel! Joel! Mi történt? Hallottam a hangot, de nem láttam embert. Kivel beszéltél? Nem. Nem látlak. És... nem látok semmit. Vak vagyok. Uram, mit tettem? Na hát, miről beszél? Nincs eszénél. És megölettem a követődet. Nem eszik, és nem iszik már három napja. Mintha csak... beborít a vér. Meg akarna halni. Ó, Jézus! Azt mondják, hatalmadban áll a bűnök bocsánata. Olyan szörnyű bűnt is meg tudsz bocsátani, mint valami, az enyém. Valami történt útközben. Hangot hallottunk. Nem volt az semmi. Örültség volt. Te is hallottad, meg én is. Saul a földre borult. Fáradtak voltunk a nagy utazástól. Ez minden. Nem történt semmi. Uram, ki az ott? Kit látok? Mire beszél? Ananiás. Ananiás. Itt vagyok, uram. Kelj fel és siess Júdás házába, és keresd a tarzuszi Saulot. Látomásban látott téged, ahogy belépsz hozzá, és ráteszed a kezed, hogy visszanyerje a látását. Uram, hallottam erről az emberről, arról, hogy mennyit ártott a szentjeidnek Jeruzsálemben. Ne félj! Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Most nem engedhetlek be. Saul nagyon beteg. Biztosan ő is Jézus követője. Azért jött, hogy Sault megölje álmában. Hidd el, hogy Saul beszélni akar velem. Engem ide hívtak. Ez hazugság. Nem hívott senki. De igen, igen. Engedd be. Az Úr küldte hozzám. Saul testvér, kiválasztottál, hogy lásd az Urat és halld a hangját. Tanulja leszel az egész világ előtt, hogy az Úr él. Úgy lesz. Jézus Krisztus nevében nyerd vissza a látásodat. Újra látok. Újra lát, ez csodálatos. Hallottalak, vén ember. Jézus nevét hívtad segítségül. Igen. Hálát adok érte az égnek. Mert Krisztus az, aki meggyógyított és megbocsátott. A mai naptól fogva a szolgálatának szentelem az életem. Ez őrültség! Valóban elég zavarba ejtő. Komolyan beszélsz? Tanítani fogok minden zsinagógában, és tanúskodom Krisztusról. Ananiás, kérlek, keresztelj meg. Szívesen. Saul, te áruló! Lehetetlen. Ez egyre rosszabb. Saul megkeresztelkedett.
akkor keresztelték, amikor eljöttem. De miért, Saul? Miért, miért, miért? Lehet, hogy ezt megtartja magának. Prédikálni akar. Nem. Az nem történhet meg. Ismerem Sault. Harcos szellem lakik benne. Addig nem nyugszik, amíg az egész ország meg nem tudja, hogy beállt a szentekhez, keresztényekhez, vagy hogy hívják őket. Most cselekednünk kell. Pontosan. Előttem állt. Ahogy most én állok előttetek. Hogy ezt mivel érdemeltem ki, azt nem tudom. De tanúságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus él. És ahogy ő, mi is újra élni fogunk. Ez az én népem, Saul. Ha az életünkre törnél, vagy börtönbe vitetnél, Isten a tanúm, hogy meghalsz, mikor hozzálátsz. Nem, testvérem. Kérlek, bocsásd meg, amit ellened és a néped ellen elkövettem. Az nem én voltam, hanem Saul. Én már megbántam a vétkeimet, mikor beléptem a keresztség vízébe. Azóta úgy hívnak, hogy Pál. Köszöntelek, Pál. Isten hozott testvért. Oh. Irgalmas az Isten. Ismerem Kajafás módszereit. El fog jönni értem. Ha utánad jön, harcolni fogunk érted. Ne. Kérlek, ne. Ma Jeremiásnál maradok. Holnap reggel pedig elmegyek. Elrejtünk itt. Mikor a tarzuszi Saul félék a gyerekeitek életét veszélyeztetik? Nem. Veszélyt hoznék rátok. Minden jót, Pál testvér. Oh! Halljuk, hol van Saul? Nem tudjuk, hol... Nem, Pál, itt nem tehet semmit. Próbálkozz a déli kapunál. Ha már őrzik, akkor menj keletnek. Pál... Vigyázz magadra! Pál! Azt hittem, elmentél? Nem sikerült. A Kajafás minden kaput őriztet. Ó, biztosan éhes vagy. Tessék!
Várj csak, bezárom az ajtót. Az ember soha nem... Ti vagytok? De épp be akartam zárni. Vagyis bezártam. Nem láttad Bált? Nem. Ezt kérdezted egy órával ezelőtt is. Ostobaság lenne Bált rejtegetni. Azt tudod, ugye? Nem baj, ha ezt magammal viszem. Csak hogy legyen majd mibe beletenni Bál fejét. Azt már nem. Ennyi élelem kitart, amíg biztonságban nem kerülsz. Több is, mint elég. Tudtam, hogy valamire jó lesz egy ilyen nagy kosár. Tudod, hova kell menned? Igen. Oda, ahol meghallgatnak. A tanítás nem lesz könnyű, Pál. Élvezem, ha küzdeni kell. Siess! Indulnod kell! Vigyázz magadra, Pál. Isten veled! Jó utat! Ég áldjon, Pál testvér. Tartsátok meg a hitet! Tartsátok meg! Az izzó nap tűzött, hideg szél fújt rám. Vezetett engem az Úr, én őt követtem az igazság útján. Az eső el akart mosni, földön s vízen, vihar próbált lehúzni, felhő járt a szívem, de a napsugár tükrözi igaz hitem, és az Úr útját nem veszítem. Segítsd meg arcomat, vízen, vihar próbált lehúzni, felhő járt a szívem, de a napsugár tükrözi igaz hitem, és az Úr útját nem veszítem. Tarzuszi Saul! A nevem Bál. Itt az idő. Csendben félsz a haláltól? Nem. Bevégeztem a munkát. A jó harcot megharcoltam. Isten veled! Jó utat! Ég áldjon! Tartsátok meg a hitet, testvérek! Tartsátok meg a hitet! Segítsd meg! Rendezte Richard Rich. Tartsd elém kardodat!
arcomat. Forgatókönyv Brian Nissen és Orson Scott Card. Zeneszerző Lex de Acevedo. Minden távoli fénysugár hirdeti már örök életet. Magyar hangok. Magyar Bálint, Rosta Sándor, Úri István, R. Kárpáti Péter, Széjes Imre, Kárpáti Tibor, Széles Tamás, Pálfai Péter. A dalokat előadta Magyar Bálint. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János, hangmérnök Erdélyi Imre, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Csörögi István. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film. Segítsd meg harcomat! Tartsd elém kardodat! Terítsd fel arcomat! Istenem, segítsd harcomat!